megismerjük azokat az új trendeket, ami a városépítészet, a környezetgazdálkodás területén ma Európában van. Dr. Árvai István rövid beszámolóját hallgatják a Romániából érkező polgármesterek a Városháza dísztermében. A városvezető a résztvevőknek elmesélte, hogyan is néz ki ma Magyarországon egy ilyen település élete, hogyan működik az önkormányzat, a közigazgatás, a városüzemeltetés és fejlesztés is. Többek között elmondta, hogy ma a város évi 7-8 milliárd forintból gazdálkodhat, ebből kell, hogy finanszírozzon mindent. Nem a szokásos tanulmányúton vannak, ahol az evési vás talán a legfontosabb, mert nagyon érdeklődőek voltak. Szerintem, ahogy én látom, kicsit majd fogják követni a példánkat, tehát az a fajta centralizáció, ami most az önkormányzatokat, én úgy gondolom, sújtja vagy megtalálta Magyarországon, az náluk is elkerülhetetlen lesz, hisz elejtették néhány mondatukba, hogy komoly problémák vannak az iskolákkal, kórházakkal, stb. Tehát kicsit más a rendszerük, valahogy inkább olyan, mint a mi korábbi időszakunkban, és hát azok a problémák úgy látszik, amik nálunk előjöttek egy 20 évnyi működés után, az ott is mutatkozik. Úgyhogy emiatt szerintem nagyon érdeklődőek voltak, mert látják maguk előtt, hogy körülbelül hova kerül az önkormányzatiság, amellett, hogy azért nyilván a különbözőségek is megmutatkoznak. A polgármesterek több témára is konkrétan rákérdeztek. Itt szóba került az állam szerepe a közintézmények életében, az egészségügy, az oktatás fenntartása vagy a hulladékgazdálkodás. Szerintem mindenkinek tetszett a bemutatás, nagyon jót fogott mindenkinek, van sok minden tanulnivalójuk, nálunk totálisan más a rendszer, másképpen működik, és olyan kérdéseket tettek fel, amik általában problémát okoztak nálunk, önök már keresztül mentek ezeken a problémákon, de nálunk már a vezetőség nem akarja a számba venni a mellékországoknak tanuljanak a tapasztalatokból. Több szempontból is hasznos utazásnak bizonyult ez a mostani, mondta el televíziónak Rózsa Sándor. A két ország működését összehasonlítva ugyanis sok új tapasztalatot lehetett szerezni, tanulni azokból a változásokból, ami hazánkban már megtörtént, hiszen ők több esetben pont ezek előtt állnak.